Sziasztok, én Baska vagyok, és vasárnap van, ami azt jelenti, hogy itt az ideje kibeszélni a Last Dance 5. és 6. részét. Elvileg. Ugyanis, aki hallgatta a héten technikai problémákkal küzdő Eliú podcastet featuring David Cornél, az pontosan tudja, hogy picit, nem is tudom, lelkesedésemet vesztettem most az 5.-6. rész végére a sorozattal kapcsolatban, viszont ezt nem szeretném átragasztani rátok, ezért inkább megválaszolom azt a kérdést, amit a legtöbbször intéztek felém, amióta elkezdődött a Last Dance. És nem, nem azt, hogy miért Last dance ejtem a Last dance et Ezzel szemben azt, hogy miért sárga Michael Jordan szeme négy lehetséges indokot találtam. Az első, hogy magyarul is ugye azt mondjuk, hogy sárga valaki az irítségtől. Na de mire lehet irígy Michael Jordan, hiszen nem élt nála jobb kosaras a földön, hiszen jó eséllyel nincsen nála gazdagabb sportoló ever, és ha már itt tartunk egyes kultúrákban, például Dél-Amerikában, vagy éppen Kínában, a sárga a gazdagság jele. Oké, okay, vannak statisztikák, ahol nem ő végzett az első helyen, van, aki több bajnokságot nyert nála, Bill, van, aki több pontot dobott a pályafutása során, Karim, és van, aki egy meccsen dobott több pontot nála, például Wild. De nem hiszem, hogy ez olyan probléma lenne, ami miatt Jordannek álmatlan éjszakái lennének, és ha már az éjszakák érted, egy nála 16 évvel fiatalabb kubai modell hölgyel tölti az éjszakákat, már akinek ez fontos. Szóval nem hiszem, hogy lenne oka irítségre, ugyanakkor azt gondolom, hogy Jordan irigy. Mindig másra, de a nap végén ugyanazokra az emberekre. Arra a 450 NBA játékosra, akik jelenleg éppen szerződés alatt állnak és pályára lépnek az NBA-ben. Szerintem, amikor Jordan nézi a meccseket, akkor akkor a mai napig meg az az ideg, hogy, hogy ő nem lehet ott a pályán, és, és nem fújhatja ki az orrukat. És azt is sokan szoktátok egyébként kérdezni, hogy miért most, miért 2020-ban mutatják be a Lázdánszert, és azt hiszem, hogy leginkább itt kell keresni a magyarázatot, hogy most már ténylegesen felnőtt egy komplett generáció, nagyjából 18 év alatt, akik soha nem látták Michael jordan élőben játszani, és nekik akarja megmutatni Jordan, ha máshogy nem, akkor videókon keresztül, meg a saját kommentárján keresztül, hogy mekkora király is volt. A második lehetőség, hogy Jordan szépen, lassan átalakul valami mássá. Becenép szinten nekünk ő úgy van meg, hogy Air Jordan vagy MJ, de volt egy titkos neve, amit nagyon sokáig csak a benfentesek ismertek és használtak. És hogyan derült erre fény? A 13-as Jordan prezentációjára készülődött éppen a legendás Nike és Jordan designer Tinker Hatfield, és ezeket ilyenkor moodboardokon szokták megmutatni az ügyfeleknek, esetünkben magának Michael Jordannek, hogy hogy épül fel az egész koncepció, miért pontosan ezeket a megoldásokat választották. És Jordan bement a tárgyalóba, ránézett a moodboardokra, és egyszer csak így lefagyott, rámerett a tábla egy részére, odafordult Hetfieldhez. Honnan tudod? Hetfield köpni nyelni nem tudott. Miről van szó? Honnan tudod, hogy így hívnak? Nézett két szóra, ami fel volt írva a moodboardra. Ez a két szó a Black Cat volt, a fekete macska, mert hát elég volt jordan egyszer látni a pályán, hogy az embernek ez az asszociáció beugorjon, az azonban, hogy ez a ligában meg belsőbb körökben intézményesítve is volt becenévként, ezt addig senki nem tudta, hát Hetfield elmesélte, hogy honnan jött az asszociáció, amit Jordan elfogadott, és így született egyébként a Black Cat Colorway a Jordan vonalban, ami néhány hónapja kijött a 4-esből is, meg a 34-esből is, de a 13-asban debütált. És milyen színű szeme van a fekete macskának? Sárga. Ó, de szép a szemed. A kurva anyádot. Na de váltsunk komolyabb témákra. A legtöbben, amikor meglátták Michael Jordan szemét, akkor sárgaságra kezdtek el gyanakodni. Mi okozza a sárgaságot? A szervezetben felhalmozódó bilirubin. Ami akkor keletkezik, amikor a vörös vértestekben lévő piros anyag a hemoglobin lebontásra kerül. De miért szaporodik föl ennyire a Rubin Michael Jordan szervezetében? Azért többek között, mert nem működik megfelelően a mája. Nem tudja levontani ezt az anyagot. Oké, okay. és mikor nem működik megfelelően a máj? Sok egyéb mellett akkor, hogyha valaki hepatitis beteg vagy alkoholista. Erről lenne szó. Michael Jordan tényleg alkoholista, és ilyen ramacs állapotban van a mája, hogy elkezdett már sárgulni. Nehezen hihető, még akkor is, hogyha egyébként vannak plegykák, amik még Jordan játékos karrierjéből származnak, és arra utalnak, hogy Jordan nem betette meg a sört. Vannak, akik olyan messzire elmennek, hogy a flu game jutában az nem a pizza miatt volt, vagy nem csak a pizza miatt, hanem a pizza mellé elfogyasztott 12 doboz sörnek. És több ilyen adatota van, hogy Jordan 6 doboz, 10 doboz, 12 doboz sör után másnap milyen teljesítményt tudott nyújtani. Én ezeket inkább nem hiszem el, mint elhiszem, de az látszik, hogy Jordan nem veti meg a luxust, nem veszni meg a férfias szórakozást, aminek nála azért része, hogy van a keze ügyében egy pohárital. Hogy ettől alkoholista lenne? Én láttam már közelről alkoholistát, szerintem távol van tőle, de van, aki meg azt mondja, meg van, aki úgy sorolja be az alkoholistákat, hogy aki naponta iszik, az már annak számít, ebbe most nem akarok belemenni, én nem hinném azt hogy Jordan alkoholista lenne, nem hinném azt, hogy alkohol problémái lennének, azt meg pláne nem hinném el, hogyha egyébként az lenne, és ez megtámadná a máját, és látszaná a szemén, akkor azzal a pénztőkével, amivel ő rendelkezik, ezt már ne oldotta volna meg, nem vett volna, nem tudom, Szingapurban 10 kg májat, és nem ültette volna bele magába. Szóval én nem adok túlságosan sokat erre a óra. Végezetül jöjjön a negyedik és egyben legvalószínűbb indok, hogy miért sárga Michael Jordan szeme. Nagyon jó eséllyel ez a betegség egy elváltozás, egy jó indulatú elváltozás, ami főleg afroamerikaiakat érint, ezért nem találkozunk mi vele ennyire gyakran, és az orvosi szaknyelv az piszkos, vagy zavaros, saras inhártyaként ismer. Az inhártya az a picit rugalmas fehér szövet, ami, ami a szemgolyónak a fehérségét adja, és egyébként ez nem mindig fehér, hogyha vékonyabb az ínhártya, akkor tud egy picit kékes árnyalatú lenni. És az történik, hogy ebben a fehér szövetben felhalmozódik a melanin, ami pedig a sötét színű pigmenteknek az összefoglaló neve. És ez teszi egy picit sárgássá, picit zavarossá Jordan tekintetét. És az van ezzel, hogy ez egy helyeközzel normális folyamat, öregedéssel felgyorsuló folyamat, de teljesen jó indulatú, és nincsen olyan beavatkozás, ami biztonsággal tudna kezelni egy nagyon érzékeny területet, és egyébként egy optikai beavatkozás lenne. Jordan lehetett volna napszemüvegben a sorozat alatt, ezt érthető okokból nem választotta, hát láttuk, hogy milyen bizalomgerjesztő volt, amikor az Atlantic City fogadási affér után így próbálta megmagyarázni, hogy mit miért tett, bár vannak ezek a otthoni, picit ilyen sárgás festési szemüvegek, lehet, hogy ez segített volna. Én ennyit tudok elmondani Michael Jordan szeméről, innentől rátok bízom, hogy döntsétek el, hogy vajon miért sárga, azért, mert irigy, azért, mert macskává változik, azért, mert alkoholista és májbeteg, vagy azért, mert piszkos vagy zavaros az inhártyája. Holnap folytatódik a Last Dance, és Jack McCallum elmondta a Zekló podcastjében, hogy a 7.-8. részben lesznek nagyon erős pillanatok, úgyhogy mi is nagyon erős line-uppal készülünk a szerdai Edukra, ugyanis érkezik méhes Gábor, vagyis Zümi, ezt szerdán fogjuk felvenni, csütörtökön fogom posztolni, remélem, hogy mindenhol meg fogjátok tudni hallgatni aztán, hogyha minden jól megy, akkor jövő héten vasárnap új videóval jelentkezem. Azért mondom, hogy ha minden jól megy, mert ma is majdnem nem lett, de aztán összekaptam magam, meg megerőltettem magam, de előtte még szombaton lesz egy tök izgalmas melóm, amit majd elmesélek, ha már minden biztossá válik. Úgyhogy vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a szemetek világára, nézzétek a Last Dance-et, kommenteljetek, iratkozatok fel mindenhova, én pedig hamarosan jelentkezem. Baska voltam, szávasztok!